Uszod a messzességbe vesző múlt címmel megjelent kötetet 2 évvel ezelőtt vehették kezükbe a falubeliek és az elszármazottak. Az Uszodról szóló könyv második kötetének az előkészítéséhez fogtunk. Zajlik az adatok, képek, történetek gyűjtése a már meglévő anyagok mellé. Többek között szeretnénk a TS melléküzemágairól, a foci csapat történetéről is írni. A nyomdába kerülést az év második felébe tervezzük. Az első kötetben inkább a falu kialakulásáról, a viseletről, a népszokásokról és a munkákról, valamint az ételekről volt szó, és nagyon sok anyag megmaradt, ami még Uszod történelméről szól, és azt kiegészítve gondoltuk polgármester úrral együtt, hogy mivel az Uszodi Egyetértés TS-nek nagyon jól működő melléküzemágai voltak, ezeket érdemes lenne föleleveníteni ebben a könyvben, összegyűjteni a róluk meglévő adatokat, képeket. A foci csapatunk pedig már nagyon régre nyúlik vissza, az, hogy van Uszodon foci csapat, és szintén úgy gondoltuk, hogy ez is egy olyan téma, ami érdemes arra, hogy ebbe a könyvbe bekerüljön. Többféle forrás szükséges ahhoz, hogy megjelenhessen egy újabb kötet. A könyv kiadásának a költségeit 3 forrásból finanszírozná az önkormányzat. Az egyik az első kötetek eladásából befolyt összegből, a második az Uszod község ifjúságáért és kultúrájáért alapítvány támogatásából, és harmadsorban Uszod község önkormányzatának az erre a célra elkülönített költségvetéséből. Most még az előkészítő munka zajlik. Igyekszem először az ott dolgozókat fölkutatni, fölkeresni, és tőlük emlékeket, képeket kérni, beszélgetni velük. Most éppen ez zajlik, ahol lehet, mert ugye járvány van. Aztán természetesen majd a TS-nél, igen, ilyen brigádnaplók és egyebek után nézni, hogy hova dolgoztak, milyen plusz programokat szerveztek, hol jártak együtt, meg milyen munkákat végeztek, és itt nagy részt majd a Sóder kirakásnak van, ugye még nagyobb múltja, mint a többinek, hiszen az még a TS idők előtre visszanyúlik. Az első könyvet minden uszódi megkapta, az elszármazottak pedig megvásárolták. Az újabb kötetre is érkezett már előjegyzés.